középiskolásoknak fizika órán, és ahogy előbb hallottuk, nem csak fizika órán, hanem fizika szakkörön, esetleg robotika, Arduino szakkörön is. Én Budapestről, a 17. kerületből, Balassi Bálint 8 év folyamos gimnáziumból érkeztem, és néhány szót magamról. 2014-ben vettek föl az ELTE fizika doktori iskolájának a fizika tanítása programjába, aminek nagyon-nagyon örültem, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy mi fizika tanárok is szerezhessünk doktori fokozatot, és nem pedagógiából, hanem hát szakmódszertan, talán azt lehetne mondani, volt az a terület, amivel mi ebben a doktori iskolában foglalkoztunk. A témám természetesen űrkutatással volt kapcsolatos, illetve hogy az űrtevékenységeket hogyan tudjuk bevinni a fizika órára, tehát abszolút megfelel a mostani cím is az akkori doktori dolgozatom témájának. Időközben 2016-ban megalakult az MTA és ELTE szervezésében egy fizika tanítása kutató csoport, amelynek szintén tagja lehettem, és éppen most 2020. októberében adtam le egy elektronikus jegyzetet, amely ugyancsak ezt a témát öleli föl, ez megtalálható a fizika doktori iskola honlapján. Most nem az elektronikus jegyzeten fogok végighaladni, de természetesen azért jó néhány olyan dolgot is meg fogok említeni, ami ebben a jegyzetben is megtalálható. Tavaly volt ugye 100 éves évfordulója Eötvös Loránnak, és ezzel kapcsolatban sikerült egy űrkutatáshoz és Eötvös Loránhoz is köthető témát, illetve majdan egy kísérletet kitalálnom, hogy így mondjam. Ugye Dél-Amerika legnagyobb olajmezőit és az eötvösféle torziós ingával fedezték föl. Eötvös Loránd a legismertebb fizikusunk a világ egyéb tájain, de teljesen joggal kérdezhetik az iskolában a diákok, hogy és ma, 100 év elteltével, vajon hogyan lehet vizsgálni a Föld gravitációs mezejének egyenetlenségeit. Egy kis közbős mozzanat még, hogy mielőtt elérünk napjainkhoz, szeretném megemlíteni Izsák Imre nevét, aki 1961-ben, tehát a űrkutatás hajnalán, ha lehet azt mondani, már műholdas mérések számadatai alapján határozta meg a Földnek a pontosabb alakját, így igen nagy hírnevet szerezve magának. Ő ugye Magyarországról disszidált és Amerikában élt, Harvardon tanított, a NASA-nak volt tudományos munkatársa, csak sajnos élete nagyon korán véget ért egy hirtelen szívinfarktus halállal. Tehát most már jussunk el akkor a 21. századba. A 2000-es évek elején volt a GRACE műholdpárosnak a küldetése, illetve hát egészen 2017-ig, mely jel többek között manapság, tehát az űrből tudják mérni a Föld gravitációs mezejét. Annyira
népszerűségnek örvendett az amerikai körökben ez a bizonyos műhold páros, hogy lehet olvasni olyan cikkeket, melyekben a Tommy és Jerry sokak által nagyon kedvelt rajzfilm figurákhoz hasonlítják őket, ugye mivel állandóan egymással párban repülik közül a Földet, és a közöttük lévő távolság változásból lehet következtetni, esetlegesen az óceánban egy nagyobb hegyre, vagy más egyéb tömegátrendeződésekre. Manapság nagyon fontos ugye a föld alatti vízmennyiségeknek is a megtalálása. És látjuk ugye, hogy 2018 májusában egy a mikrohullámú felszerelés mellett ezzel a bizonyos laser ranging interferométerrel is felszerelték a műholdakat. Most itt néhány dia angolul lesz. Meghagytam az angolt, mivel talán így jobban lehet követni, hogy honnan is van ez az elnevezés, hogy Grace Ó, tehát hogy mi volt a küldetése. És ezzel a bizonyos lézeres interferométerrel sokkal-sokkal nagyobb pontosságot el tudtak érni. Itt látható konkrétan ez az eszköz, de hát ugye én a tanítás oldaláról közelítem meg. Érdekességképpen azért még ezt a diát megmutatnám, a néhány első mérés egyike a Himalája fölött, ahogy érzékeli, ugye, hogy ott van egy jó adag tömeg a Himalája hegységben. Ez nagyon szemléletes a működésére nézve, és ez adta ötletet számomra. Ugye, mivel az előző diákon láthattuk, hogy ezek a műholdak nagyon egyszerű alakúak, ezért gondoltam, hogy mi lenne, hogyha készítenénk az iskolába két kis modellt, és az Arduino szakköröseim pedig tudtam, hogy biztos meg tudják nekem azt csinálni, hogy lézer segítségével, tehát mint a műholdaknál, lézer segítségével jeladás, illetve érzékelés során a változott távolságot tudják mérni, és így módon tudjuk iskolai szinten, hát tudom, nagyon-nagyon alacsony szinten, de mégiscsak valahogy érzékeltetni ennek a mérésnek a lényegét. Tehát itt látható ez Arduino, ez egy ilyen kis mikrovezérlő, és nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre föl lehet használni. És itt lehet látni a két leendő kis modell műholdnak a 3D-vel kinyomtatott alakját. Láthatjuk, hogy a jobboldali műholdnál betervezett a tanítványom, tehát ezt 14 éves tanítványom tervezte meg, és nyomtatta ki otthon a 3D nyomtatójukkal azt a bizonyos lukat, hogy majd az Arduino megfelelő alkatrészét, ezt a jobb oldalon lent látható jeladót bele lehessen illeszteni. És akkor itt, hogy mégiscsak legyen valami köze ugye az igazi műholdakhoz, a földrajz tanár kollégámtól elkértem egy világító földgömböt, és aztán megvettem a barkácsboltba ezeket a léceket, és családi segítséggel refűrészeltük, és így akasztottuk föl ugye a két műholdat Davillal, és a távolságváltozása úgy történik,
hogy az egyik műhold az tud mozogni, innen mutatok egy videót. Tehát ott lehet látni bent azt a kis Arduinót, ami ugye érzékeli a távolság változását, és ügyes tanítványaim ezt a változást át tudták vinni, meg tudták jeleníteni grafikonon. Ugye láttuk az előbb, hogy egy ilyen kis hát rezgés, egy ilyen kis periódikus mozgáshoz volt hasonló az egyik kis modellnek a mozgása, és ezáltal ugye valóban egy picit a színusz hullámra emlékeztető alakzatot kaptunk a grafikonon. Az előbb említettem, hogy az Arduino nagyon-nagyon hasznos lehet az iskolában különböző kísérletek elvégzésére, és hát ez ugyan nem szorosan űrtevékenységgel kapcsolatos volt az akusztikus lebegtetés, de végül is abszolút tudunk űrkutatási vonatkozást is ehhez adni, ugye, hogy így egy kicsit a lebegés, ami ugye például nemzetközi űrállomáson megtapasztalható, azt tudjuk szimulálni. Ezzel a robotkarral ugye egy kis távirány segítségével tudta a különböző helyzetekbe elhelyezni a kis hungarocell darabkát. Bocsánat, csak a hangszóromat, igen, akkor le kéne. Mert akkor menjünk inkább tovább itt, amikor már én. Tehát láttuk az... Bocsánat, igen, Anna már ilyen kívül, aki nem beszél, az némítsa le, hogyha meg nagyon behaladszik. Szerintem Anna Máriától jött az adásból, a videóból, nem? Akkor folytathatom? Igen, persze, igen. Tehát 2017. októberben ez a tanítványom, aki az előbbi akusztikus lebegtetőt készítette, tartott egy ismertetőt az Arduino-ról az érdeklődő kisebb diákoknak. Láthatjuk, ez egy olyan tanítás nélküli munkanap volt, amikor a diákok otthon maradhattak volna délelőtt, de ehelyett az egész délelőttöt bent töltötték az iskolában, és nagyon jól érezték magukat, még szünetre sem akartak kimenni. A következő tanévben pedig már el is indult ez az Arduino szakkör, és aztán a fizikai szemlében meg is jelentettünk közös egy olyan cikket, hogy hogyan válhat ugye diák tanár diák, hogy ehhez én sem értem, meg most sem értek. Megpróbálom rendet csinálni a hangok tekintetében. Tehát ismételten azt szeretnénk kérni, kedves Zoom-ban csatlakozó hallgatóinktól, hogy mindenki kapcsolja a mikrofonját. Ezt mi is meg tudjuk tenni, de jobb, hogyha mindenki maga teszi meg. Oké. A következő nagyobb projekt a Skylab 1973-as baleset nyomán született, hogy a hő szigetelését vizsgáljuk különböző anyagoknak, de egy ilyen űrkörnyezetben, űrös környezetben. Itt lehet látni, hogy amikor
néhány heti megfeszített munka után az amerikai NASA mérnökei kifejlesztették ezt a bizonyos háromrétegű anyagot, amellyel aztán be tudták borítani a Skylab-nak a testét. Utána vált elviselhetővé az űrállomáson belül a hőmérséklet, és akkor itt már az első legénységet láthatjuk. És itt pedig a bal oldalon a Skylab-nak az interneten található egyik legegyszerűbb modelljét, ugye miután ugye egy baleset következtében ugye meteor az egyik napelemét le is törte, meg a hővédő pajzsát is megsértette, és ez alapján készült egy kutya eledeles doboz felhasználásával a jobb oldalon látható iskolai Skylab modellünk. A kísérleti összeállítást lehet láthatjuk itt, ahogy éppen az eredeti Space Blanket-tel próbáljuk megnézni, hogy mennyiben tudja a napnak, ami jelen esetünkben egy kis hősugárzó, a hőjétől megvédeni az űrállomást. Hát az az igazság, hogy az nagyon-nagyon kezdetleges volt a hőmérséklet mérés, ilyen nagyon egyszerű kis 1-2000 forintos hőmérőkkel dolgoztunk. Itt látható, hogy a diákok javaslatára milyen különböző anyagokkal próbálkoztunk még, és azért szeretem még ezt a jobboldali felső képet, mert itt látjuk, hogy azért nem csak fiúk, hanem lányok is érdeklődtek a dolog iránt. Ezzel a kísérlettel egyébként 2017-ben kijutottam a Science on Stage nemzetközi fesztiválra. Erről majd mindjárt itt lesz egy kis videó, de előtte még annyit szeretnék erről a diáról beszélni, hogy ugyan azt mondtam, hogy nagyon kezdetleges a hőmérő, ez így is volt, de a LabCamp programot használva be lehetett kalibrálni ezt a digitális hőmérőt is, és utána pedig az idő függvényében lehetett ábrázolni a jobboldali grafikonon a hőmérséklet változás. Most egy olyan képet éppen nem tettem be, ami menet közben ábrázolná, de ez egy nagyon jó kis program. Tehát itt ez a bizonyos Science on Stage, amely 2017-ben hazánkban került megrendezésre, és pillanat, itt ezt le is játszanám. Mélhetőleg sikerülni fog. Ezt a videót a fesztiválra
kérték, hogy amennyiben tudunk ilyet készíteni, akkor készítsük el, tehát a YouTube-on megtalálható, és éppen abban az évben érettségizett egy olyan diákom, aki operatőr szeretett volna lenni, és ő volt az, aki ezt így összevágta, a hangot hozzáválasztotta, és elkészítette nekem. A következő, az szintén hát egy nem fizika órai program, éppen nem annak lehet nevezni. Minden évben meghirdetik az Út a Tudományhoz pályázatot, és a 2016-17-es tanévben mi az űrbányászat témát választottuk, és ez a pályázathoz csatolni kell egy egyetem vagy szervezetnek a közreműködő nyilatkozatát, és az ELTE Fizika Intézete vállalta azt, hogy velünk közösen dolgozik majd ebben, illetve hát, hogy mi kérjük az ő segítségüket ebben a témában. És ennek a pályázatnak a keretében kellett nekünk különböző tanulmányi kirándulásokat, illetve táborokat szervezni, és többek között Szent Gotthárdon az Opel gyárban jártunk az ötfős csapattal. Itt pedig láthatjuk az általuk készített űrbányász robotot, amelyiket egy Rákos ligeti, még le nem aszfaltozott utcán vettük föl. És itt látható, hogy a diákok mindenáron talán valamiért csuklósra tervezték, és ha érzékel egy akadályt, akkor megáll. És most lehetett esetleg látni, hogy középen lenyúl, és fölvesz egy mintát, ugye a képzeletben egy kis bolygó. És itt meg aztán a Lego robot programja révén ugye folytatja önállóan az útját. Itt pedig az osztályteremben a diákok által készített kerekasztalon láthatjuk megint csak az űrbányász robotunkat, most pedig nagyon jól látszik majd, ahogy ezt a bizonyos mintát fölveszi, tehát lenyúl a robotkarral, összemarkolja, és fölveszi, és viszi a laborba, hogy a laborban lévő robotok ki tudják elemezni, hogy érdemes-e ezen a kis bolygón űrbányászni. A következő videó, hát ugye időben egy előbb korábbi állapotot mutat, mutatja, hogy hogyan készült ez a bizonyos terepasztal, tehát papírkalacsinokat ragaszgattak össze, és itt a robotot is látjuk még ilyen nagyon félkész, vagy harmadkész állapotban. Látjuk ugye, hogy két robot agy is helyet kapott a tetején. Az Arduino-val szintén nagyon jól lehet ilyen robotokat építeni. Itt megint az automatikus megállást láthatjuk, illetve a nyomkövetést. Hát ez most megint csak egy kicsit lehet, hogy nem ide tartozik, de ez a két dia, úgy érzem, hogy azért az űrkutatáshoz a robotika azért közel áll, úgyhogy gondoltam, hogy beleteszem. Ez pedig ugye az előző látott diasorozatban láttunk robotkart a Holdon, hát szintén egy robotkar Arduino segítségével. A YouTube-ról
tettem ezt be, diákjaim így készítették el ezt a videót. Tehát lehet látni, ugye, hogy ilyen résetlen ez, vagy hogy is hullámpapírból vágták ki a robotkart, és akkor először most még mechanikusan ők irányítják a robotkart, hogy mit tegyem, de aztán egy második fázisban már a beprogramozott robotkar önállóan végzi ezeket a műveleteket. Most én úgy gondolom, hogy ha igen, pillanat, akkor ezt megállítom. És ebből talán elég volt. És akkor most egy kis pihentető következik, egy 20 másodperc körülbelül. Ugyanis, ha most ugye interaktív lenne az előadás, kérdezném, hogy van-e valakinek ötlete, hogy hol készült ez a felvétel, vagy honnan van ugye leprintscreenelve. Hát nem hiszem, hogy sokan eltalálnák, kivéve, hogyha nem kimondott opera rajongó az illető, ugyanis ez azt hiszem 2 évvel ezelőtti párizsi opera színpadán készült, a Bohém Élet operát rendezték ilyen űrbéli körülmények között. És az egész tehát így játszódik. Ez csak azért tettem bele, egyrészt mondom, egy kicsit, hogy másról is legyen szó, kis pihentetőnek, meg azt is szeretném ezzel érzékeltetni, hogy az űrkutatás, űrtevékenység az ezek szerint még az opera rendezőket is megfogja, tehát a 21. század emberének már ez tényleg úgy minden nap részévé vált. Következő a NASA honlapján találtam, ez a bizonyos Insight űrszonda küldetésének megkezdése után nem sokkal hívja föl arra a fizikatanárok figyelmét, vagy hát lehet, hogy tágabb értelmébe kellene mondanom science, tehát valamilyen tudományterületet tanító tanárok figyelmét, hogy hogyan lehet ennek az űrszondának a működését egy picit bevinni az osztályterembe, de nagyon egyszerűen. Tehát én mindig az olyan kísérleteknek vagyok a híve, amelyek nem igényelnek túl sok előkészítést. Ezt egy 45 perc alatt rakták össze az Arduino-val a diákjaim, és a 45 percbe belefért a mérés, és a kiértékelés is. Igen, de bocsánat, itt van ezek a szép képek, de még nem mondtam el, ugye, hogy miről is van szó. Tehát az iskola udvaráról egy büféből szerzett műanyag dobozba töltöttünk, illetve hát ők, földet. Azáltal, hogy ezzel az infralámpával lett meglevilágítva, ilyen nagyon gusztusos lett a sötét, szürke föld, és azt mérték, hogy különböző mélységekbe, itt ugye lehet látni, hogy 1, aztán 4, aztán 7 centi mélységekben behelyezve az Arduino-nak a hőmérséklet szenzorát, mennyi idő múlva és hogyan melegszik föl az egyre mélyebb réteg. Ugye, mert ez az Insight űrszonda és a Mars alsó rétegeiből is vesz mintát, és nyilván így jött valakinek ez az ötlete, hogy iskolában egy ilyen körítés mellett egy ilyen nagyon egyszerű kísérletet is meg lehet valósítani a diákokkal. Itt lehet látni, tehát mondtam, ugye, hogy a 45 percben még az is belefér, hogy ők kiértékelték a
grafikont készítettek a mérési eredményükről. És akkor most egy picit egész másról beszélnék. Itt ez megint egy tavaly adtam elő egy nemzetközi konferencián, és így hagytam angolul a szlájdokat. Tehát a távérzékelésről is lehet néhány szót említeni a diákoknak, ugye itt a passzív és aktív távérzékeléshez találtam egy szerintem nagyon szemléletes rajzot, illetve ugye látjuk a hullámhosszúságukat. Aztán hát ezt inkább talán már szakörön, hogy milyen tartományokban tud igazából átkerülni, átjutni az elektromágneses sugárzás a légkörön. És ezzel kapcsolatban lehet látni, hogy például hogyan tudják megkülönböztetni az elszáradt, áraz, tehát a barnával jelölt fű, az élénk még élő növényzettől. Hát ezeket ugye inkább csak így érdekességképpen szoktam megmutatni a diákoknak, illetve nem órán, hanem a szakkörön. Pár évvel ezelőtt néhány diákommal foglalkoztunk ezzel a témával, és két hölgy közülük elindult a BME rendezésében meghirdetett, évről évre meghirdetett fizika mindenkinek versenyem, és dobogós helyezést értek. Hát nem dobogós, bocsánat, hogy mondják, ez sportversenyen. Pontszerző helyezést értek el, tehát azt hiszem ötödikek lettek. Tehát amit itt ugye baloldalt fönt látunk, az internetről levettek nyers műholdképeket, és aztán egy az ÉZA által kifejezetten középiskolásoknak kifejlesztett LeoWork program segítségével átalakították a képet, most már kicsit talán jobban felismerhető színes Balatonnál. Ez az NDVI számítás, de most én nem megyek bele, hanem jöjjön a következő témánk. Dolgozatomnak, doktori dolgozatomnak egy nagy fejezetét tette ki az, hogy a MASZP egyet hogyan tudjuk fizika órán bevonni a fizika tanításunkba, és ilyenkor mindig például, ha szóba jön a MASZP egy, először egy osztályban, akkor el szoktam nekik mondani, hogy ugye fölbocsájtották a francia Guyana kurulúban. Megmutatom nekik a térképen, és elmondom nekik, hogy képzeljétek el, nem is kell útlevél se, hogy elrepülj oda, annál inkább kellene különböző oltások az egzotikus betegségek miatt, ugyanis Franciaországnak a része, tehát egy szem személyigazolványol el lehet oda utazni, de hát most térjünk rá, hogy mi minden kapcsán lehet föleleveníteni a MASZP egyet, még manapság is, tehát nem annak ellenére, ugye, hogy már ennek 5 éve, hogy fölbocsátották, és vagy 5 éve, bocsánat, 2012 elnézést, bocsánat, 8 éve, és 5 évig fönn, de még a mai napig érdemes megemlíteni. Például elektrostatikában, 10. osztályban, amikor a Faraday kalitkáról hallanak, akkor mindenféle érdekes kísérleteket lehet találni a YouTube-on is megcsinálni, de úgy a gyakorlati életben már nem lehet az autó karosszériája kívül nem lehet igazán sokféle szemléltető példát
találni, ez pedig itt a Maszatej vezérlő állomása építés alatt, hogy megvédjék a különböző villámlások során a vezérlő termet. Aztán a hőterjedés módjai során el lehet beszélgetni arról a diákokkal, hogy egy földközeli pályán keringő műholdat milyen sugárzások érnek. Érdekességképpen de, meg lehet említeni, hogy amikor megérkeztek a napelemek, ugye a félvezetők témakörében megemlíthetjük, akkor az operetszínház reflektorai voltak azok a fényforrások, amelyekkel tesztelték ezeket a napelemeket. Aztán el szoktam nekik mondani, amikor szóba kerül az űrítőjárás, hogy még ezen a pici műholdon is volt egy úgynevezett túláramkapcsoló, hogy meg tudja védeni a műholdat. Illetve az Oscar áthallásos név miatt el szoktam azt is mondani, hogy megkapta ezt a bizonyos Oscar számot a Maszatej annak idején, és itt látjuk, ugye, hogy milyen angol szavak kezdőbetűjéből csinálták meg, gondolom nem véletlenül az angol szászok is ezt az Oscar szót. Ugye a Smoke P nagyon sikeresen teljesítette szintén a szolgálatát, és egy ilyen képet érdemes ugye mutatni a diákoknak, amely egy centiméteres vonalzóhoz hasonlítja össze a méreteit, tehát de még jóval kisebb, mint a Maszatej. És érdemes elmondani, hogy bizony legyünk büszkék, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemen kifejlesztett Smoke P készített el a világ első elektrosmog képét, térképét. Itt erről ugye az űrvilágban is lehetett olvasni, illetve ez a kép is onnan van. És akkor előadásom végéhez közeledve, utoljára még szeretnék beszélni egy picit a Space Buzzról, bár látom, ugye itt van Zentai István úr is, tehát igazából, aki erről részletesebben, szakértőbben tudna beszélni. De miután a múlt héten kereste meg iskolánkat, hogy esetleg mi is vegyünk részt ebben a programban. Ezek után ugye én is megnéztem a kutatók éjszakáján tartott előadását, és gondoltam, hogy néhány szót szólok róla. Igazából lehetne azt mondani, hogy én most csúnyán csúsztatok, ugyanis az volt az egész előadásomnak a címe, hogy középiskolásoknak. És a középiskolás korosztály az ugye 14-18 éves korosztály, de hát mi 8 osztályos gimnázium vagyunk, úgyhogy a mi 10-14 éveseink is gimnazisták, és ő részükre szól ugye ez a program, de amit ugye látunk, hogy egy virtuális reality által támogatott oktatási program, amely lehetővé teszi a gyerekek számára egy űrhajós küldetésének az átélését, ami azért fantasztikusan nagy dolog, mert ugye nagyon-nagyon kevés embernek adatik meg, hogy kijusson a világőrbe, ahogy hallhattuk a kutatók éjszakája előadásban is, és így viszont szeretnék a nagy tömegek számára ezt lehetővé tenni, és nyilván a kisebb gyerekek azok a korosztály, akiknél ezt érdemes elkezdeni, tehát felnőtt korban már nem az igazi. Tehát ahogy látjuk a bal oldalon, egy ilyen űrhajó modellt
szállít ugye ez a kamion, és ebbe tudnak beleülni a kisgyerekek, és átélni egy képzeletbeli űrutazást. Ahogy megtudtuk ebből a kutatók éjszakai és előadásból, hogy a repülés előtt természetesen űrhajós kiképzésben vesznek részt a diákok, az osztályterem átalakul egy küldetésvezérlő központtá, és bizony, ugye manapság már a kisebbeknek is hozzá kellett szokni az online tanításhoz, úgyhogy lesz ebben a programban is online oktatási rész is, illetve esetleg űrhajósokkal is kapcsolatba kerülhetnek a gyerekek, tehát így próbálják közelebb hozni hozzájuk ugye az űrrepülést, és a virtuális űrrepülés után pedig, mint a nagyok, élménybeszámolót kell tartaniuk, tehát mint egy sajtókonferenciát tarthatnak, tehát azt is meg kell tanuljuk, hogy hogyan adjanak számot a tapasztalataikról. És én akkor elérkeztem előadásom végéhez, úgyhogy egy szlájd maradt már csak hátra. Egy tanítványom robot tenger alatt járót tervez építeni, ami ugye hát megint csak azt lehet mondani, hogy nem igazán űrkutatás, de a TDK munkájában, amelyel egyébként 15 évesen az Országos Tudományos Diákkari Konferenciára delegálták az Óbudai Egyetemről, tehát a TDK munkájában lehet látni, hogy ő is egy űrbéli technikai megoldást próbál majd alkalmazni a Szojusz űrhajónak a dokkolását, és ehhez már ugye megtervezte az ő dokkoló egységét, illetve 3D nyomtatóval fogja majd kinyomtatni. Annyit szeretnék még befejezésképpen mondani, hogy természetesen nem direktbe nyomom én a diákok részére az űrkutatást, tehát például ennek a diákomnak még nem volt semmi olyan, amikor ilyen direktben foglalkoztunk volna űrkutatási témával. Mégis ő, amikor most egy pályázathoz le kellett írnia, hogy hogy képzeli a jövőjét, nagyon meglepett és nagyon jól esett tőle, hogy azt írta, hogy a hazai fellendülő félben lévő űriparban szeretne majd dolgozni. Hát gondolom, fejlesztő mérnökként. Tehát, hogy ezek szerint valahogy sikerült mégis így észrevétlenül ebbe az irányba terelni Domokost. És akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és esetleges kérdésekre akkor szívesen válaszolok. Meg leveszem a megosztást, és vagyok. Köszönjük szépen, és várjuk a kérdéseket. Itt közben a volt egy kis virtuális tapsunk, nem tudom, hogy hallatszott-e. Igen. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon érdekes előadás volt, én addig ezt hogy mondjam el. Közben nézik a Facebookon is. Nekem különösen azt tetszett, megmondom őszintén, hogy nagyon sokan gondolják azt, hogy az űrkutatás eredményeit, űrtevékenység eredményeit elsősorban a fizikában lehet, hát szinte kizárólag azért felhasználni,
A csillagászatra meg azt mondják, hogy a földrajzba. És valahol itt most az előadásban azt láthattuk, hogy nem csak, hogy mindkettőben, hanem ezen túl is vannak még lehetőségek, tehát az űrtevékenység annyira sokrétű, és hát ahogy mondják már szóval interdisziplináris, hogy tulajdonképpen nehéz olyan tárgyat mondani, iskolai tárgyat mondani, ahol nem felhasználható. Úgyhogy ez is nagyon tetszett az előadásban. Közben nézem, jött kérdés, nem tudom kitől, de a gyerekek mekkora része fogékony ezekre a technikákra, mennyit tud bevonni ezekbe a projektekbe? Hát az igazság, hogy erre meg kell mondanom őszintén, nem tudom vele megváltani a világot, tehát nem tudom, annyit mondanék, hogy negyed része talán. Akkor így. Igen, hát én azt látom sajnos, hogy egyre kevesebb diákot, úgyhogy valóban be kell csempészni az órai tananyagba, hogy saját tapasztalatot is megosszak, mert szakkörökre egyszerűen nem nagyon van ideje a diákoknak. Tehát ami 10-15 éve volt, hogy érdekelt valami érdekelte a diákot, és elment szakkörre vagy fakultációra. Most már a külön nyelv, a külön magánórák miatt, mintha kevesebb idejük lenne. Hát én erre azért azt tudnám mondani, hogy szóval például ez a bizonyos domokos tanítványom jár sportolni, és ugye most nem tud menni, tehát edzésekre, és azon kívül pedig ugye TDK-zik, jól tanul, és Arduino szakkört vezet. Tehát úgyhogy, ahogy szokták mondani, amire akarnak szánni időt, azért azt szerintem meg tudják oldani, én úgy gondolom. Érkezett egy újabb kérdés. Kollégáit mennyire nehéz fellelkesíteni? Ezt én most nem hallottam. A kollégákat mennyire nehéz fellelkesíteni? Vagy egyáltalán próbáltad? Változó. Erre azt mondanám, hogy változó. Tehát azt sem mondanám, hogy nehéz, azt sem mondanám, hogy könnyű. Ugye itt az is érdekes lehet, hogy az űrkutatás eredményeit például a fizika mellett talán leginkább a történelemben tanítják 8-ban, ugye Gagarint, Farkas Bertalantot azért megemlítik kis olvasmányokban. De az, hogy a filmekben végre ne forduljon elő, hogy a világűrben nincs gravitáció, azt kéne még megélni. Bár szerintem ez egy hosszú idő még.